Újabb csemetékkel bővült a Csíkszentdomokosi tölgyerdő területe. A Pandó Egyesület által szervezett akció során újabb 6000 csemetét ültettek el a hétvégén. Az erdősítés 24-én folytatódik. Csíkszentdomokos élő múzeum. Tehát, hogy ez egy élő múzeum lesz, egy biodivers, gazdag. Élő múzeum, régi erdő maradványa, vagy inkább régi erdő újjáélesztése. Ez lesz a Csíkszentdomokosi domboldalon, ahol tavaly már beültettek egy kisebb területet a Pandó Egyesület tagjai és önkéntesek. Idén az önkormányzat is szerepet vállal, hosszú távú együttműködések körvonalazódnak. Nagyon nyitottak vagyunk minden ilyenre mi. Tehát én személyesen is, és hát reméljük, hogy a továbbiakban komolyabban is részt tudunk venni, és tudjuk támogatni ezt a dolgot, ami itt elkezdődött a tavaly. Mert tetszik, tehát olyan területek, ami gyakorlatilag parlagon van, és akkor most kap egy ilyen típusú hasznosítást, az biztos, hogy az unokáinknak lesz a legjobb. Földbe kerülnek az egyéves kis csemeték. Az áprilisi havazás miatt kicsit elijedtek az önkéntesek, de a hétvégi napsütés végül mégis kedvezett az akciónak. A tervek szerint mintegy 10 000 kis tölgy került a Csíkszentdomokosi parlagon hagyott domboldalra. Jelenleg én, amit elvállaltam, az 175 000 csemete 10 év alatt. 9, Isten igazából, 9 év alatt, de ez egy alsó határ, én többet szeretnék. Elmondom őszintén. Hát 1 millióig nem állunk meg, az csak egy olyan normális szám, de hogy a legjobb lenne tényleg az a 10 milliós, az olyan nagyon szép kerekszám, és az már egy igazi erdő lehetne. Összesen 50 hektárnyi magára hagyott, elhanyagolt területet szeretnének a következő években tölgyerdővé varázsolni a pandósok. Ezáltal remélik, hogy 40-50 év múlva igazi szép, élő múzeumban, hatalmas tölgyerdőben sétálhatnak majd gyermekeink, unokáink.